jövőre vele. Én nagyon szerettem volna Szilveszterrel készíteni ezt az előadást. Akkor úgy álltak a csillagok, hogy ez nem tudott összejönni egyéb egyeztetési okok miatt. Végül 7 éven keresztül remekül vitte sikerre Janz Akata és Berecki Zoltán ezt az előadást. És most úgy állnak a csillagok, hogy Szabó P. Szilveszternek mégis elérkezett az életében ez a dolog. Technikai rész a dolognak, mikor el kell indítani egy 3 órás előadást, mert azért tegyük hozzá, hogy ez azért lehetetlen küzdelemnek tűnő, mert 2 ember le kell, hogy kössön 100 embert. Rettetesen egymásra kell hangolódni. És hát mondjuk nekem mázli, hogy Janzát ismerem, Katót 16 éve. Azért érdekes ez, mert nagyjából a 16 év alatt mi átmentünk majdnem mindenen, ami ebben megtörténik. Nagyon nagy összhang volt köztünk végig a próbák alatt. Nagyon sokat nevettünk, nagyon sokat segítettünk egymásnak, de egy biztosan érezhető volt, akik ültek a próbákon, azok azt mondták, hogy elképesztően tudjuk a másik gondolatát is, az érzését, a levegővételét, mindent. Azt mindenki tudja, hogy a legtöbbet együtt játszottunk egy párt. A színházban, ha csak az Elizabethre gondolunk, amit 16 éven keresztül játszottunk együtt, mint Halál és Elizabeth, de említhetném itt a Szent Iváni Álmot is, meg még nagyon-nagyon sok mindent, amiben egy pár voltunk. George, ez nem furcsa? Ez a zongora már itt áll hosszú évekünkbe, és még sosem játszottál rajta, miért? Jobb, mint egy hideg zuhany! Ugye azért volt nehéz, mert ugye hát Zoli ezt nagyon megcsinálta, ezt a szerepet. És Zoli másképp közelítette a dolgokat, más áll neki jól, és más nekem. Viszont hát nagyon sokat loptam tőle, tehát ez nem szégyen, hogy jót illik, sőt muszáj ellopni. Aztán átfordítottam a magam énjére, vagy éppen az adott szituációjára, mert ugye az én nem magamat játszom, hanem George-ot. Szilveszter már az elején hozta ezeket a vicces dolgokat, amiket hát én számítottam rá, hogy fogja. Képzeld el, hogy azt gondoltam, hogy majd a próbákon kinevetem magam, és majd az előadásban már nem. Ez nem sikerült, most is nevetek rajta, de ügyesen beépítettem a Doris figurájába. Tehát rendesen megengedem magamnak, hogy ott abban az adott pillanatban kinevesem George-ot, amit ő csinál. Úgyhogy ezzel már nem fogok görcsölni, elhatároztam, hanem amikor mond valamit, akkor én nyugodtan felkacaghatok. Legfeljebb úgy tűnik, mintha ez benne lenne a darabban. Ábe! Ugye azzal, hogy én bekerültem a rendszerbe, ugye Janza is megváltozott. A finom hangolódások, az egymásra utaltság, az megváltoztatja a szituációt is akár. Máshol lesz a hangsúly, kinek mi fontos, hogyan reagál egyik a másikra. Ha átsegítesz a nehezén, esküszöm, hogy ott látsz a karácsony misén, csendes én. George! Volnátok szívesen te és a jóisten felfüggeszteni ezt a párbeszédet? Azonnal keríts egy orvost! A Jövőre veled itt, ugye 7 évvel ezelőtt mutatódott be Budapesten, és hát Oroszországban egy új fázisába került, ugyanis egy viszonylag nagy színpadon, 450 fős nézőtér előtt játszódik, és nagy zenekaros verzió született belőle. Összesen lehet tulajdonképpen a magyar előadásra hasonlítani ebből a szempontból. Teljesen mások az értékei. És hogy ezt milyen csinálni? Hát ez felemelő élmény. Fantasztikus utazás ez a Szilveszterrel. Én nagyon örülök, hogy megadta a sors, hogy ezt együtt eljátszhatjuk. És nagyon remélem, hogy ez még nagyon sok előadást meg fog érni. A kor és minden előre haladt. Én is változtam, ők is változtak,
meglátjuk, hogy ezt az új jövőre veled ittet, hogy fogja szeretni a közönség, szerintem nagyon. Jövőre vele.